kollégáim, olyan feladatot kaptam, aminek nagyon nehezen feleltem meg, vagy felelek meg most, mert annyi kitétel volt, hogy milyen legyen az, amit elmondok, miről is szóljon ez a dolog, mennyi legyen, ugye, mert nekem már vannak ilyen irányító feletteseim. Anyám, olyan ne legyen, hogy sírni kelljen. Na, úgyhogy szóval rengeteg volt a szempont, amit figyelembe kellett vennem, hát borzasztó sokat, nem szoktam én annyit vívódni, meg leültem, aztán írtam, meg jött magától. Hát most nem voltam ilyen szerencsés helyzetben. Most először is azt mondom, hogy valaki kiírta azt, hogy szeretettel köszöntjük a vendégeinket. Hát akkor csak az újságíró úr van itt köszöntve, ugye? Igen. Hát mert mi itthon vagyunk, nem? Nem rosszból mondom. Gondolkodtam én is, mi legyen kiírva, csak... Igen. Megkapta a szemem, mikor beléptem. Ó Istenem, mi nem vendégek vagyunk itt, hanem hazajöttünk. Ha kicsit megkésve is, még azt is elmondom előtte, hogy ez az összejövetel, ez Isten tudja, évtizedek távlatába vajúdott, eddig bólogat rá, hogy mennyire szerettem volna én bizony, akkor mikor az 50 éves jubileum volt, akkor is nagyon szerettük volna, és mindig volt valami akadály. Hát most igen morbidnak tűnne, de ha szegény Lajos meg nem hal, és az Editék ide nem keverednek a iskolába, akkor talán még most se lett volna, ugye Márti? Mert hogy végül is a Márti volt a kivitelezője, de Szatmáriék voltak a gondolat elindítói, hogy milyen jó lenne találkozni a régiekkel, és hála jó Istennek, ugye ez a mag, ez jó talajra esett, és a Márti fogta magát, és megszervezte ezt a mai napot. Hála neki, és köszönet. Most azért, hogy én is nem valaki itt mondta, hogy éjfélig tudna beszélni, hát én még talán reggelig is, azért le van írva, amit mondhatok. Hogy se sok ne legyen, se sírós ne legyen, úgyhogy papírról fogok most olvasni. Amióta szerveződik ez a mai esemény, és arra kértek, hogy mondjak valamit a régi emlékeimből, egy valóságos időutazást éltem meg. Kerestem a tárgyi emlékeket, és azzal kellett szembesülnöm, hogy minduntalan érzések sokasága tört fel bennem, és úgy gondolom, hogy majd meglátjátok, hogy ez a kis visszaemlékezés is inkább érzéseket fog tükrözni. 66 tavaszán léptem be először ebbe a gyönyörűséges parkba. Elámultam, hogy milyen szép hely ez egyáltalán. Ugye csurgói diák voltam, sokszor elmentem itt a busszal, de fogalmam se volt, hogy itt van az iskola, ugye azért ez a sövény eltakarta az úttól. Nagyon irigykedtem, hogy ilyen környezetben tanulhatnak itt a gyerekek, mindjárt az jutott eszembe, hogy akkor főiskolás voltam még, meg hogy ilyen környezetben lehet tanítani, és akkor még csak úgy a szívem mélyén indult meg valami, hogy Istenem, de jó lenne majd valamikor itt tanítani, ebben az épületben, ebben a gyönyörű parkban. Aztán egy újabb kép jött villan az emlékezetemben, amint az Edit a hátára terített kardigányába jött a hosszú ház udvarán, én meg éppen gyújtost hasogattam ott az udvarba, és azt mondta, hogy nem akarná ez a kislány a mi iskolánkba tanítani? Jaj, Istenem, hát a megváltás szava volt ez nekem, ugye? De hogy nem akartam, kézzel, lábbal, egyebet se akartam, csak hogy itt taníthassak. Az életem azonban ugye akkor az elején másképp alakult, és volt egy év kitérőm az Inkei iskolába, amit nem bántam meg természetesen, hiszen olyan jó barátaim lettek az Inkei iskolába is, mint Dunai Éva, meg Balázs Zoli, akiket örökké őrzök a szívemben. Aztán 70 májusában jött valaki át az iskolából, hogy jöjjek, meghívatnak.
Én úgy, ahogy voltam felöltözve, sose felejtem el, egy sárga, háromnegyedes ujjú szövetruha volt rajtam, és éppen főzőcskéztem, piros-fehér pöttyös kötényben voltam, és én nekem eszembe se jutott, hogy most átjövök az iskolába, és valami gálába kéne magamat vágni, hanem úgy, ahogy voltam kötényesen, jöttem, mint a eszetlen, és bekerültem az igazgatói irodába, ahol kedves leendő igazgatom Szatmári Laci várt, meg Péntek Karcsi, hát ugye az öregek emlékeznek, Péntek Karcsi volt a járási osztályvezetőnk abban az időben, és örömmel mondta a Karcsi, hogy július 1-től a Berényi iskola pedagógusa leszek. Hát boldog voltam, mondanom se kell. És akkor ezen az őszön, amikor már igazán megkezdődött a munka, kaptam egy olyan ajándékot a Jóistentől, amiért örökké hálás vagyok. Bekerültem egy olyan közösségbe, amely az életem meghatározó szintere lett, és aminek talán nekem is sikerült valamit hozzátennem, valamit előre mozdítani a hosszú-hosszú évtizedek alatt, amíg itt voltam. Ennek a közösségnek a tagjai mi voltunk, akik most itt vagyunk, és most ugye összegyűltünk, hogy lássuk egymást, hogy felelevenítsük a múlt emlékeit. Nem könnyű, de nagyon boldog fiatalságunkra visszatekintsünk, és legalább lélekben egy kicsit visszafiatalodjunk. Hála az Úrnak, hogy 62 éves koromig hagyott, hogy tanítsak, és nagyon sokat példálozhattam az utánunk következőknek azzal a közösséggel, azzal a szellemmel, amiről itt Laci is beszélt, ami abban az időben, ebben az iskolában uralkodott. Valószínűnek tartom, hogy ti is megerősítitek azt az érzést, hogy olyanok voltunk, mint egy család, akik összetartoztunk, de ugyanúgy, mint a családban természetesen nem volt ez vitamentes, vagy néha odamondásmentes, de az a szeretet, az egymás tisztelete, az nagyon összetartott bennünket. Egy csodás emlék ugrott aztán újra a képeivel elém, amikor már Szentpéteren tanítottam, és ugye még a takarítónénik is tudták, hogy akkor van az én névnapom, mikor nyílik a tulipán, és a névnapomon este felé egy nagy csapat köszöntő jötté hozzám. Hát én olyan boldog voltam, hogy majdnem elájultam, de mitől? Attól, hogy rögtön az villant be, hogy ugyan annyi szál kolbász meg sonka lóg a spájzba, hogy egy hadsereg is jól lakhatna, de fél kiló kenyerem volt otthon. Hát nagyon-nagyon megijedtem ettől a helyzettől, hogy most mivel vendégelem meg az enyémeket. És akkor elmentem, borosék voltak a boltosok, Szentpéteren is kinyitottam este a boltot, hogy legyen kenyerünk. És akkor még jött egy meglepetés, Mánya is annyi, biciklivel a napközi után este berobogott. Sanyival volt, Isten bocsássa meg a legtöbb konfliktusom, mindig visszabeszéltem neki, amit ő nem nagyon szeretett. És hozott egy nagy csokor, megérte fogni a bicikli kormányán, egy ilyen méteres szára volt, olyan, mi is volt? Narciszt. Illatos, gyönyörű, fehér virágot, tudjátok, amit mi nálunk ott varázsló lepkevirágnak hívtak, de narcisz fajta. Hát minden bűnét megbocsátottam a Sanyinak egyáltalán, hogy biciklivel képes volt eljönni, meg még azt a gyönyörű virágot. Sógornőmmel el is mentünk, aztán mikor elköltöztek, loptunk onnan abból a virágból a kert sarkába. Volt nekik. Aztán arra emlékeztem vissza, ami itt már szóba került, azt hiszem Feri, nem tudom, már kiálltad, a farsangot. Hát, hogy micsoda jó érzés volt az itt együtt lenni. Irénke néni, Isten nyugasztalja,
a finom grillás tortája tette rá a koronát ugye az ünnepre, amit minden farsankor megkaptunk a tantástulát. Mindig ott volt a tanári asztalán a finom torta. És mondhatom a mai kifejezéssel azt, hogy együtt örültünk, együtt bulisztunk a gyerekekkel, a szülőkkel, úgy, ahogy itt most elhangzott, nem volt olyan problémánk, hogy nem jöttek el a szülők, meg nem vettek részt. Én emlékszem rá, még nem is tanítottam itt, de már ide jártam az anyósomékhoz, és Timár mama például, akinek már semmi köze nem volt az iskolához, mert nem járt ide se gyereke, se kőke, se verebe, az minden farsangra csináltatott tortát. És mikor már én jöttem, akkor velem küldte át ide, amikor gyűjtötték, ugye akkor még nem volt ilyen szigorú szabályzat, hogy csak cukrászdai árut lehet árulni. Tehát ilyen volt a szülők, meg a nem szülők kapcsolata, meg a tisztelet. Hát milyen alapon kerültek Szatmáriék az Ibolj lakodalmába? Hát az Ibolj már régen kimaradt iskolából. Meg az én testvéremet az én tanítónénim soha életében nem tanította, de az természetes volt, hogy ott volt az Erzsi lakodalmában a tanítónéni az egész családjával. Ugye nem véletlenül mondták, hogy a papot meg a tanítót kell kínálni, mert a többinek van esze hozzá. Hogy ott volt, tehát mindenki, meg ez a tiszteletjele volt, tehát nem azt várták, hogy na hát ez tanult ember majd hozza a nagy ajándékot, akkor nem ez volt a divat, hanem annyira tisztelték, hogy igenis az emberek azt természetesnek tartották, hogy ezzel is kifejezzék a tiszteletüket. Aztán egy szóval azért meg kell emlékeznem a Monimpexről is. Ugye milyen jó jövetelek meg menetelek voltak, hát azt hiszem, ha jöttek, ha mentünk, az mindegyik olyan emléket hagyott bennünk, hogy biztos, hogy nem felejtjük el őket. Jókat mulattunk itt, akkor hallottam életemben először a székely himnuszt itt énekelt. Gyönyörű dolgok, amik így előjönnek az ember emlékezetéből. És azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy jóban, rosszban együtt voltunk. Igaz, szívvel tudtunk örülni, ha valakivel jó dolog történt. Segítettünk, hogyha arra volt szükség, és osztoztunk a bánatba is. Ugye emlékszel, Margitka, amikor mentünk ablakot puszolni, mikor épült a házatok? Vagy bármi. Hát az olyan természetes volt, mintha tényleg a családon belül. Oké, jön a testvérem, aztán segít nekem valamit megdolgozni. És vagy most? Viszont. Most nem annyira. De az évek szálltak, és sorban egymás után hagytuk el a pályát, elérve a nyugdíjadás korát. Néha-néha összetalálkozunk, hallunk egymásról, emlékeinkben, gondolatainkban, és szívünk rejtett zugában ott vannak azok, akik még élnek, és azok is, akiket az életura már magához szólított közülünk. Hálás szeretettel őrizzük emlékét azoknak a kollégáinknak és a társainknak, akik a főtomban költöztek már. Gondolatban szálljon felénk egy-egy fohász, a kis mécsesek sárkat fényénél egy-egy gondolat erejéig emlékezzünk rájuk. Német Béla igazgató. Thank you.
iskolai munka tapasztalan végzéséhez nagy segítséget jelentenek a technikai dolgozók is. Közünk is sokan eltávoztak már. Apró zsebzétes néni. Halok Istvánné, vagyis nagyon. Thank you.